A műsorvezetők foglalják el a helyüket, kezdünk. Kettes van benn. Főcím, indul, tessék! Jó estét kívánok, kedves nézőink! Nem tudom, hogy az önök számára hogy telt el az elmúlt hét. Mi nagyon sokat futkostunk és dolgoztunk, hogy ez az adás összejöjjön. Voltak problémáink, ugye Gábor? Igen. Neked hogy telt ez a hét? Nagyon kellemesen munkával telt el egészen péntek délutánig, amikor elmentünk lábatlanra, egy filmet forgatunk ott a cementgyárba, és robbantottak egy kéményt. Mert egy iszonyú senki magas... Senki nem sérült meg. Senki nem sérült meg, a kémény remekül összedőlt, meg én is egy kicsit, mert borzalmas tériszonyom van, és fel kellett menni egy 50 méter magas ilyen, nem tudom milyen állvány volt az, és onnan vettük fel, úgyhogy egy kicsit már bevágott ez a dolog. Most hát én ilyen helyen, ilyenről nem tudok beszámolni, hogy magasba lettem volna. Liftbe sem szorultam bele ezen a héten. Úgyhogy azt hiszem, hogy ehhez képest sokkal könnyebben viseltem el a hetet. Nem csak mi számunkra volt érdekes ez a hét, a városban is sok minden történt, sőt az első tudósítás, amit ma hoztunk, az már majdnem két hetes. A Városi Tanács Végrehajtó Bizottsága október 8-án ülésezett, és egy olyan témát tárgyalt, amely mindnyájunkat érint, mindnyájunkat érdekel. A munkafegyelemről, a munkaidő kihasználásáról volt szó, és mivel erről mindenkinek van véleménye, ezért kimentem az utcára, és megkérdeztem néhány járók előtt, hogy nekik mi a véleményük. Utána pedig a végrehajtó bizottság tagjait is meghallgatjuk majd a részleteket az ülésből, mert egyébként elég hosszú volt. És készülj fel arra, Gábor, hogy utána kérdezni fogok tőled is ezzel kapcsolatban. Kérem most a bejátszást. Milyen a tatabányai emberek munkafegyelme? Végig dolgozzák egy teljes munkaidejüket. Halaszthatatlan hivatalos ügyeiket, napi és nagy bevásárlásaikat el tudják-e végezni munkaidőn túl? Lássuk, hogyan vélekednek ezekről a kérdésekről maguk a tatabányai emberek. Fiatalok olyanok, hogy nem nagyon akarnak. Nem jó a munkafegyelem? Munkafegyelem jó, csak sokan nem akarnak fiatalok. Nem akarnak dolgozni? Hát sok van olyan. És mit tenne? Hát... szigorús fegyelem kellene jobban. Hát hogy lehet megvalósítani ön szerint? Hát, szóval van a szülőknél itt a hiba. Sokat megengednek ám a gyerekeknek, az a baj. Szerintem mindenki kihasználja manapság már a munkaidejét. Hát ezen a télen nincsen probléma. Nincsen. Meglehetősen laza. Mi is hogyan lehetne ezen változtatni, javítani? Érdekelté kellene tenni a dolgozót abban, hogy a munkafegyelem megnövekedjen. Milyen módon lehet érdekelté tenni szerinted? Hogyan lehetne ösztönözni? Nem tudom, ez meglehetősen nehéz kérdés, és nem tudom ilyen rövid idő alatt átgondolni, meg pláne ilyen körülmények között. Hát itt a környékbeli vállalatokra, hát általában délnyűve szoktak bejárni vásárolni hozzám, úgyhogy különösebbet nem tudok mondani. Tehát lesz, hogy rendben van a munkafegyelem? Hát itt a környéken gondolom, mert azért általában reggelbe jönnek a reggeliért, és utána délben, délidő alatt ide járnak be vásárolni, és a szomszédba láttam őket bevenni. Úgyhogy lesz, hogy ők vállalatot belül hogyan engedélyezik meg, hogy ők délben tudnak vásárolni, azt nem tudom. Hát ez nem tudom. Én csak az én munkahelyemet ismerem. Inkább valaki mást, jó? A boltok nyitvatartásáról mi a véleményem? Ez megfelelő? Hát, én állok itt Újvárosban megfelelő. Jó, nem lesz panasz. Elég jól nyitva van. Hát 7-ig vannak, általában 5-ig dolgoznak. Mondjuk lehetne 8-ig. Este 8-ig. Minden nap? Hát majdnem minden nap. Sokan 4-ig, fél 5-ig dolgoznak, mire a gyerekekért megyünk óvodába, bölcsödébe lehetne. És a hétvégi nyitvatartása? A hétvégén, én jónak tartom a hétvégén. Akkor elég. Szombat be lehet vásárolni egy óráig. Szerintem egy-két üzlet igazán lehetne úgy nyitva tartva, hogy később zár, illetve hétvégén is nyitva lehetne. Talán egy-két napot lehetne hét után nyitva, mert aki 6 óra fél hétig dolgozik, annak szerintem kevés az ideje, hogy bevásároljon. Mondjuk én is estig dolgozom, két műszakba járok, és
Akkor komplikált. Tanácsi ügyfélfogadás idejéről? Az is jó, nem rossz. Tehát megfelelő. Meg. Hát abban nem vagyok megelégedve, mert nekünk is problémánk volt. Úgy van, hogy hétfőn és szerdán egyetlen egy ügyfélfogadó van, úgyhogy abban nem vagyok megelégedve. És rengeteg ember vár. Mit javasol? Hát, hogyha 6-ig van az ügyfélfogadás, akkor legalább több munkatárs legyen ott, tehát ne egy ember foglalkozzon annyi rengeteg emberrel. Nem járhat a tanácshoz így dolgokba. Nem tudom, ez engem nem érdekel, mert nem szeretek ilyen helyekre járni. Nekem meg, mert hogyha a szerdán van, akkor jó, ha hétfőn van, mondjuk akkor nem tudom meg, de én kedden mindig szabadnapos vagyok, és úgy intézem, hogy akkor intézem el az ilyen dolgaimat. Nem tudom, nem nagyon szoktam igénybe venni a szolgáltatásokat. Most pedig hallgassuk meg azoknak a véleményét, akik a Városi Tanács Végrehajtó Bizottságában ugyanezekre a kérdésekre próbáltak meg választ adni október 8-i ülésükön. Elemezve, hogy milyen hatásai voltak a munkafegyelem megerősítésére, a munkaidő védelmére tett intézkedéseknek. Jakab János, az ipari és munkaügyi osztály vezetője, a napirendi pont beterjesztője. Tény, hogy kezdeti eredményekről van szó, hisz sok-sok év felazult állami munkahelyi fegyelmét egy néhány hónap alatt nem lehet helyreállítani. Az előterjesztést a Termelés és Ellátási Bizottság is időközben megvitatta, és velünk összhangban az a vélemény, egységesebb fegyelemre és egységesebb követelményrendszer szükségeltetik e kérdés hatékonyabb megoldására. Alapvető kérdés a gazdasági egységek munkafegyelmének és követelményrendszerének helyreállítása. A többi kevésbé jó helyi igazgatói utasítások, rendelkezések, vezetői betartatása. A munkaidőn kívüli szolgáltatási és egyéb igénybevételi lehetősége, mint az előterjesztésben is szerepel, összességében biztosított a városban. Ez azonban nem jelenti azt, hogy ez nem fejleszthető tovább, minden esetre a realitásokat figyelembe véve. De azt is, ha például a nyitvatartási vagy a rendelési idő, és ezt hozzáteszem az utóbbit illetően több észrevétel is van, például 8-tól 12-ig van, akkor azt biztosítani kell. Vagy munkaidőben legyen meg a munkavégzés valamennyi feltétele, illetve az úgynevezett külsős munkaterületekre elsősorban nagyobb figyelem legyen, mert még ma is van ital, illetőleg alkoholfogyasztás is. Ezekre konkrétan adott helyen és időben az illetékes vezetőnek a vezetői ellenőrzés keretében kell egységesen és érdemben fellépni. Beiermeister György. Nem biztos, hogy a bevezetett szombati nyitvatartások itt megfelelőek, hiszen mindannyiunk felmérése bizonyította, ugye, hogy a szombati nyitvatartás Tatabányán nem biztos, hogy bevált. Mert olyan kicsi a vevőszám, hogy a költség ráfordítással, ami a szombati nyitvatartásból ered, nem biztos, hogy arányban áll. Jó, hogy ebben több olyan dolog van. Én itt nem az élelmiszer vagy az alapellátásról beszélek, hanem döntően azoknak a cikkeknek a beszerzési lehetőség, amit nem folyamatosan vagy állandóan tesz meg a vásárló, hanem csak időszakonként. Jó, hogy a kereskedelem sem képes fejlődni, megfelelő kulturáltabb, kiválasztásos vagy csomagküldő szolgálata elébe menni ezeknek a dolgoknak. Ugyanezt következtetést állapítom meg az anyagból, ugye a gyérlátogatottság a tanácsi testületek szombati működésével kapcsolatban. Az itteni állampolgárok, tehát megint utalva arra, hogy a több műszakat a lehetőségbe el tudják végezni, vagy be tudnak jönni az adott intézményekhez a hétköznapi napokon. Egyetlen egy hibát viszont meg kell állapítani. Nem kellően propagáljuk azt, és ez azt hiszem országosan probléma, hogy nem muszáj bejönni. Írni is lehet. Levelet is lehet írni. A levelet meg is kellene válaszolni, rövid időn belül. És lehet egy olyan jogos kérdésekben vagy kérésekben,
ami egy-egy mondattal elintézhető, egy fölösleges fáradtságtól mentesítjük. Vagy hogyha jogos az a kérés, amit levélben felvett, akkor ugye itt változtatni kellene a tanácsi munkastíluson is, hogy a tanácsi dolgozó menjen az adott állampolgár problémájának a lerendezési helyszínére, és ott orvosolja, mert általában ezek a fő vita és kérdéses problémák. Fail József. Én azzal egyetértek, hogy a mai helyzetben a vállalatok csak azt a továbbtanulást tudják támogatni, ami vállalati érdek is. De ez összességében mégis ezt eredményezi, hogy ettől kevesebben tanulnak, ez azt hiszem, hogy senkinek nem jó az ország mai helyzetében. Szóval én nem vagyok biztos, hogy ezek a várt eredményt hozzák, én javaslom ezeknek a tovább gondolását. És végezetül én azzal ajánlanám elfogadásra az anyagot, hogy a körlevelek, utasítások kimentek, megvannak, azt hiszem ezekben eddig se volt hiány. Itt a ellenőrzés, az illetékes vezetők ellenőrzésére kéne hangsúlyt tettek. Lustig Péter. Ha már munkafegyelemről beszélünk, akkor mindenképpen ki kellene hangsúlyozni, hogy nem csak az egyes dolgozó, hanem a vállalati fegyelmet, a vállalatok szerződéses fegyelmét, a kooperációs kapcsolatokat, az anyagellátási problémákat, amelyek ma nehezítik a vállalati hatékony munkavégzést, ezekkel kellene egyszer igazán komolyan foglalkozni, mert ezek az intézkedések, amiket itt leírtak, ezek valóban felszínen megoldják azokat a külső látványos problémákat, de az, hogy a vállalaton belül mi történik, az a többi kérdéstől függ, amivel azt hiszem, hogy sokkal több munkaidőt lehetne megtakarítani, vagy sokkal hatékonyabban lehetne dolgozni, hogyha a vállalatok egymáshoz viszonyított fegyelme is nagy mértékben javulna, mert a jelenlegi körülmények között azt hiszem, hogy ezen a területen vannak a legnagyobb problémáink. Köszönöm szépen. Szódáni Mazali Néva. A Fogyasztók Városi Tanácsa is figyelemmel kíséri az üzletek nyitvatartását, tehát érdekvédelmi szempontból. Több információ és kérés érkezett a Fogyasztók Tanácsához, például az Ákét szombati nyitvatartásával kapcsolatban, a Dózsa Kerti Sétál utcai és egyéb üzleteinek nyitvatartásával kapcsolatban. Nehézségek árán, de az Ákét vezetői figyelembe vették a Fogyasztók Tanácsának javaslatát, és az üzletei kinyitotta az Ákét. Hogy mennyire gazdaságos, én szerintem egyre gazdaságosabb lesz a szombati nyitvatartás, főleg akkor, ha majd a vevőket úgy kell beinvitálni az üzletekbe. Bár aztán lehet ennek egy másik oldal, hogy ha kevesebb lesz a vásárlásra fordítható pénz, akkor talán gyérül a forgalom, hát ez majd a jövő zenéje. Én megértve a kereskedelemnek a problémáját, mégis azt mondom, hogy az állampolgár, ha este nem tud vásárolni a családjával, akkor a szabadnapon kell, hogy biztosítsuk a vásárlási lehetőséget részére. És végül Hamvas Győző. Én úgy érzem, hogy az a nyitvatartás, ami most van, az közel azonos intézményekben, kereskedelmi létesítményekben többé-kevésbé beállt. Hallottuk, hogy a Népfront szakképviseletét, a Fogyasztók Tanácsát is a nyitvatartásban meghallgatták. Többé-kevésbé az ilyen kereskedelmi egység és intézmények nyitvatartása ma már az elfogadott. Hát a mi problémánk a szombati nyitvatartás a tanácsnál valóban az elmúlt hetek, hónapok példája az, hogy rendkívül kevesen keresnek meg, de valóban egyelőre ezt nem kívánjuk megszüntetni, továbbra is várjuk, sőt, hívjuk majd kedves ügyfeleinket, és nem csak kísérlet, hanem hát többé-kevésbé jelenleg már gyakorlat is ennek a nyitvatartásnak a vitele. Ezzel kapcsolódik a levél kérdése is, igenis hívni kell bizonyos esetekben az ügyfeleket, vagy pedig ha nem szükséges, hogy bejöjjenek, akkor hivatalos levél formájában meg kell tudni oldani azon ügyeket, amelyeket úgyis meg lehet. Most Gábor.
sokféle vélemény elhangzott, de talán neked is van. Egy olyan recept, ami megoldja a problémákat, ami a munkafegyelmet megszilárdítja, a munkaidő kihasználását jobbítja. Van? Hát én nem tudom, lehet, hogy egy illúzió, amit mondok, de hogyha mindenki a képességének és a kedvének talán megfelelő munkát végezhetne, akkor biztos nem lenne baj a munkafegyelemmel. Nem a kommunizmusról beszélsz most? Nem. És mi a vélemény a rendezőnek erről? Hát amennyire oda tudtam figyelni munka közben, engem a boltok nyitvatartása érdekelt, illetve arra tudtam odafigyelni egy kicsit, úgyhogy inkább földhöz ragadtabb gondolataim vannak. Azt hiszem elsősorban a vásárlók érdekeit kéne ennek a dolognak szolgálni, tiszteletbe tartva azt, hogy a kereskedő is hát gazdálkodik és bevételi terve van. Nekem ennyi erről a dologról. Jó, köszönöm szépen. Én sem akarok sokkal okosabb lenni, ezért hát inkább lezárom ezt a témakört. Lehetne még sokat beszélni, mert nekem az a véleményem, hogy az emberek nagy része nagyon szeret dolgozni, és hogyha megkapja a neki való munkát, akkor biztos, hogy el is végzi. Nekem erről ez a véleményem. És most egy másik eseményről, ezen a héten, illetve hát a múlt héten zajlott a biotechnológiai konferencia Népházban. Nézzük meg az erről hozott tudósítást, amiből talán kiderül az is, hogy mi az a biotechnológia. Napjainkban a tudományos műszaki fejlesztés egyik fő iránya a biotechnológiai eljárások fejlesztése és alkalmazása. A kormány gazdasági kibontakozási programjában is fontos szerepet kaphat a biotechnológia, hiszen olyan nyersanyagok felhasználásával is foglalkozik, amelyek a mezőgazdaság melléktermékei. A II. Komárom megyei biotechnológiai konferencia, amelynek eseményei október 14-én zajlottak le a Népházban, azzal a céllal ült össze, hogy közzétegye a biotechnológia kutatási és fejlesztési eredményeit, gyorsítsa a biotechnológiai eljárások bevezetését, előkészítse a szükséges technológiai berendezések, műszerek létrehozását és gyártását. A konferenciához kapcsolódva a különböző hazai és köztük a Komárom megyei vállalatok tevékenységét, gyártmányait bemutató kiállítás is látható a helyszínen, mely október 22-éig tart nyitva. A konferencia és kiállítás aktualitásáról a szervező bizottság elnökét, Korcil Béla üzemigazgatót kérdeztük. Komárom megyében úgy gondoljuk, jövője és lehetősége van ennek az új iparágnak, a biotechnológiának meghonosodni, és a meglévő gépipari háttérrel a biotechnológia hátterként is szerepelni. Most a Komárom megyei műszaki és közgazdasági hetek keretében egy különös aktualitása van ennek a kiállításnak, illetve ennek a konferenciának. Itt a kiállításon most körülbelül 40 vállalat képviselteti magát, gyakorlatilag mindazok Magyarországon, akik ezzel a területtel foglalkoznak. Egy szakmai tapasztalatcserén túl, a magyarországi szint, bizonyos szint megismerésén túl, gyakorlatilag koordinációs és együttműködési lehetőségeket nyithat meg a kiállítás is, de főként a konferencia. A nem szakmabeli emberek számára mit ad ez a kiállítás, hogyha ide bejönnek? Én úgy gondolom, hogy sok újdonságot, olyan technikai megoldásokat, amelyek talán még a nagy közönség számára ma nem ismertek, mutat, és bemutatja azt, hogy ezen a tevékenységen, ezen a technológián keresztül az anyagok tulajdonságaiban, értékrendjében milyen változásokat lehet elérni. Hát ennyit a tanácskozásról, és most egy újabb téma, aminek azt hiszem, hogy túl sok köze nincs az előbbihez, de a bió szó az valahogy kapcsolódik hozzá. Az elmúlt hét elejét meglehetősen felháborodott nézők kerestek fel bennünket, és invitáltak a Gál lakótelep 218-as házhoz. Nézzék meg a következő anyagot, előre szólok, elnézést, a hanghibáért rettenetesen fújt a szél. Hát én, mint a háznak a képviselője, ezzel a problémával már nagyon régóta foglalkozom. OTP-hez beadtam 85 tavasza nyár elején, mint garanciális hibát, hogy kivizsgálni szíveskedjenek a sorozatos dugulásnak az okát. Mivel márciusban átvettem a képviselőséget, 29-én volt már az első dugulás, de előtte is volt már.
Mit csinált az OTP? Hát az OTP értesítette a Kométet, a Kométtől kijöttek, állítólag megnézték. Nem tudom így kívülről, hogy mennyire tudták megállapítani a dugulásnak az okát, csak az, hogy minden egyes duguláskor a lakókra hivatkoztak, hogy a lakók trehányak, mert olyan dolgok kerültek ki a csatornából, amik nem odavalóak. Például? Hát most például mondjam, hogy mit? Ételmaradék, hulladék, akkor egészségügyi dolog, akkor meg még mi? Ruházati darabok, hol zokni, hol melegítő fölsőt húzta ki. Önök ezt el tudják képzelni, hogy valaki lehúzza a melegítő fölsőjét például? Nem, nem tudjuk. Sajnos. De minden egyes alkalommal felmosorond is előkerült. Szóval erre hivatkoztak, hogy hát a lakók trehánysága véget van. Ez a dugulás, ez mikor kezdődött? Itt van egy nagy kupac mögött. Már régen. De mikor? Mióta mi itt vagyunk. Mikor költöztek önök ide? Két éve jöttünk ide. Tudták akkor, hogy mire vállalkozunk? Igen, tudtuk, mert akkor már mondta a képviselő, hogy erre számíthatunk. Sőt, ez karácsony másnapjában is következett. Na most aztán ez jött januárba, februárba, áprilisba, körülbelül júniusba, júliusba, valahogy így. Aztán volt még talán őszen, az pontosan én nem tudom, mert Erzsi tudja a számláról. Aztán volt egy nagyon nagy dugulásom most január végétől, ezért január végétől, egész február elejéig egyhetes. De volt olyan, hogy idejöttek reggel, megcsinálták valahogy, lepiszkálták, elmentek, mire lekészülöttem, hogy rendbe teszem, kitisztítom a helységet, újra bugyogott a víz. Délután visszajöttek, másnap újra jöttek, újra folytett, egy héten keresztül így ment, minden nap. Talakok hogy bírják? Nekem panaszkodnak, nekem jönnek, hogy miért nem csinálnak valamit, holott pedig intézkedett a helyettes, meg jönnek mindig. Na most ez most egy borzalmas probléma, mert itt bent maradt a spirál, most már meg kiszámítottak, egyszer 13 méteres spiráljuk van bent az egyik helységben, meg egyszer egy 10 méteres a másik helységben. És a Kométa azt mondta, itt beszéltem én le voltam döbbenve, azt mondta a Kométől, aki kijött, hogy itt valami rongy tartja. Hát hogy tarthatná a rongy ennyire, hogy nem bírja se kézzel, se géppel kihúzni ezt a spirált? Tehát ez nem tarthatja a rongy. Hogy itt a körbenézünk, itt a szomszéd lépcsőházukban mi lépcső a 2017-ben, tényleg meg a szomszédokban sincs ilyen. Akkor miért van pont itt? Most mit csinálnak, mert itt hatalmas csatazaj van. Bontani kell, mivel a spirál benszorult. Egy maszek vállalkozó vállalta, ugye, mert már mindenki elzárkózott a kijöveteltől, hogy itt dugulást végezzen, dugítást. És a maszekot megbíztuk újból, mint a dugítás elhárításával, hogy végezzel. Ez volt ugyanúgy. Délelőtt elvégezték, délután szivárgott, a házfelügyelő kihívta a újra szerelőt, addigra visszahúzódott a víz, de viszont estére, hát nem is tudom hány óra lehetett, akkor meg elöntötte az alagsort. Egyszerűen elöntötte, akkor kijött a maszek újból, lett szólva, kijött a maszek. És ez éve volt. És neki állt, hogy elvégzi a dugulást. És így maradt bent a spirál. Szóval valójában a bontás így kezdődött. Szóval muszáj nekiállni bontani, a spirál bent van, tizen nem tudom hány méter hosszan. És most mit ígérnek? Mikor lesz itt nyugalom? Csak akkor hajlandó foglalkozni az egésszel, hogyha meg lesz állapítva, mitől van a dugulás. A felelősség áthárítása az még nem jelenti azt, hogy el van hárítva a hiba. És ennek most mikor lesz itt vége? Most látom, törik fel a lépcsőházat. Most ideig, mert avval a kis, nem tudom milyen géppel, nem bírta ezt a vastag betont feltörni. Teljesen fel kell szedni, és a hibát meg kell keresni. Szóval valójában így kívülről nem tudja a szerelőse, hogyha a hiba valójában hol van. Ő csak sakkolni tud. Most 1:30-kor beszéltem a Kométa igazgatójával, össze is vesztem le rendesen telefonon. Mert mit mondott? Hát ő is azt mondta, hogy majd, hogyha mi hozzánk kerül a téma, mint a Kométhez, akkor majd szóljunk nekik, aztán majd eldöntik a gazdasági, meg a jogi szakemberek, hogy mi újság van. De attól függ, hogy a probléma fönnáll. Szóval ezt meg kell csinálni. Szerintem Gábor itt a lakók ellen, meg te ellened is összeesküdtek az ellenek. Nem csak vízözön volt, hanem szélvihar is. Mindenféle csapás. Hát megoldódott már a csapás a lakókat érte, azt el kell azért mondani hozzá, hogy a csütörtökön délutáni állapotot rögzítettünk. Nem hiszem, hogy azóta befejezték ezt a munkát. Annál is inkább, mivel már csak egy kisiparos vállalta,
és hát elég nagy munkát kell neki elvégezni, tulajdonképpen az egész lépcsőházat fel kell neki törni. Hát ez azt jelenti, hogy a lakók ott nem nagyon tudnak megmaradni ebben a házban. És miért nem vállalják komolyabb cégek, akiknek mert ők azt mondják, hogy ők ezt minden évben 3-4-szer megcsinálják, és hát természetesen a lakók tehetnek mindenről. Az eszükbe se jut, hogy esetleg ott valamit eltoltak építésként. Nekem közben eszembe jutott az, be kell vallanom, a nézők kárára egy kicsit mosolyogtam. Hát illetve a lakók kárára egy keveset mosolyogtam közül, mert eszembe jutott, hogy azok az elvetemült lakók minden szabadidejüket felhasználva dugdossák a csatornába a gumicizmát, mit mondtak még, csirkét, rongyot. Meg melegítő felső. Nem tudom, hogy tudják, közben munkafegyelemmel kapcsolatban éppen kikívánkozik belőlem, hogy járnak-e munkába, főállásba dugdossák a csatornába ezeket a holmikat, vagy pedig a szabadidejüket használják fel erre. Én nem tudom, normális emberek ilyet csinálnak-e, és hogy csak ebben a lépcsőházban laknak ilyen emberek, a többi házban miért nincs probléma? Mert azt hiszem, ennek az úrnak volt itt a végén igaza, hogy először el kéne hárítani a bajt, és utána ráérnek az illetékesek vitatkozni rajta, hogy most ebben ki volt a hibás. De természetesen a következő adásban a jövő hétfőn remélem meg fognak szólalni. Jó lenne tudni, hogy mi lett a vége, és az lenne a legjobb, hogyha most az egyszer véglegesen elhárítanák a hibát. Nem csak tüneti kezelés lenne, hanem valóban feltárnák a problémának a gyökerét, és megcsinálnák ezt a csatornát, mert nem hiszem, hogy itt a lakók gondotlansága az igazi probléma. És most egy ennél kellemesebb téma következik, a 3. országos amatőr filmszemle. Erről hozott egy tudósítást Kakuk Tamás. Pörös Géza, az Országos Közművelődési Központ főmunkatársa. Milyen létjogosultsága lehet ma egy amatőr játékfilmszemlének? Az amatőr játékfilmszemlét itt Tatabányán 3 évente rendezik meg. Ennek a szemlének elsősorban az a funkciója, hogy 3 év termését, ennek a termésnek a filmjei, akik közben különböző fesztiválokat már megjártak, így együtt egy mezőnyben láthassa a közönség, és találkozhassanak maguk az alkotók is. Azt lehet mondani, hogy bizonyos, ha nem is fejlődést, hanem inkább a játékfilm alakulását szembesítsék lehetőségeikkel, és mindenképpen egyfajta erőfelmérő egy-egy ilyen fesztivál. A régi, kicsit nehézkes, szuper 8-as filmtechnika mellett jelentkezett a videótechnika is. Ez nyilván nagyobb lehetőségeket biztosít az alkotók számára, technikai szempontból is. Vajon ez jelentkezik-e a művekben? Előjáróban hadd mondjam el azt, hogy a videó megjelenése különösen az idei szemléken volt erőteljes. Az idei országos szemlén, amely tavasszal Pécsett volt, tulajdonképpen már a videó jegyében telt el, ha szabad így fogalmazni. A videó mindenképpen demokratizálja a mozgóképet. Nagyon sok embernek, vagy még több embernek lesz lehetősége arra, azért fogalmazunk a jövőt is bevonva, mert hiszen itt egy hosszú folyamatról van szó, aminek még csak az elején tartunk. Tehát itt várhatóan szélesedik majd az alkotók tábora is. Azonban én azt gondolom, hogy mindenképpen egy kezdeti pillanatot élünk most meg, mert ugyan az örvendetes egyértelműen, hogy demokratizálódik a médium, azonban szerintem a videó nyelvének a beszélése, ha szabad így fogalmaznom, még mindenképpen gyerekcipőben jár. Nagyon sok filmben, mintha a Super 8 kezdeti korszakának nyelvi gyermekbetegségeit látnánk, és azt gondolom, hogy idő kell ahhoz, amíg itt is egyfajta nyelvi szabatosság kialakul. Mit jelent ez? Tudni, még arra gondolok, hogy a technika maga lehetővé teszi a játékfilm készítését, tehát a hang és a kép együttes felvétele, nincsenek azok a nehézségek, amelyek a Super 8-as filmnél Magyarországon kapható technika esetében jelentkeznek. Na most a videó nyelv alatt mit értünk? Vajon
ez egy másfajta látásmódot igényel? Én még egyelőre nem merek videónyelvről beszélni. Azt gondolom, hogy a videó megjelenő játékfilmeknél színészvezetési, világítási, gépmozgatási gyermekbetegségekről beszélhetünk. Természetesen elvileg mindenki számára adott, hogy akár remekeket hozzon létre, azonban számomra úgy tűnik fel, hogy a videóval együtt egyfajta pongyolaság is megjelenik az amatőr filmben, vagy az amatőr mozgóképi kultúrában. Ez a pongyolaság esetenként nagyon bosszantó, és amennyire örvendetes az, hogy nagyon sok ember fog kézbe kamerát, hogy mozgóképpel kifejezze érzéseit, gondolatait, az amatőr mozgalomba belépő új nemzedékeknek azonban semmiképpen nem rokonszenves erénye a pongyolaságra való hajlandóság. Néha az az érzésem, hogy a gyors kultúra, a klipkultúra, ami a fiatal nemzedékek szellemét, szemléletét, műveltségét nagyon erőteljesen befolyásolja, az nincs valami jótékony hatással általában a mozgóképi kultúrára. Szak volt csupán, hogy miért jól tudom, mégis sajnálom már. A gyár mellett lakó embertársai, hisz oly kicsi a tál. Elhozza a szél, elhozza a szél a szagot. Oh-ho! Hiába nem élsz, egyszer hozzád is elér. Hogyan ítéled meg ma a mai amatőrfilm, mai magyar amatőrfilm, ha úgy tetszik, nem hivatásos film helyzetét? Ez a legrosszabb időpont, amikor tudsz kérdezni ilyesmiről, ugyanis az egész most van egy borzasztó forrongó, és még egyáltalán nem lecsapódó állapotban. És az utóbbi években egy fiatalabb generáció nyomán olyan folyamatok indultak el, amik egyelőre még beláthatatlanok, és úgy gondolom, hogy az a Magyar Amatőrfilm és Videószövetség most van abban a percben, vagy órában, amikor tulajdonképpen a saját létéről dönt. Ezzel én úgy gondolom, hogy jeleztem is, hogy én szerintem egy olyan válságos állapotban van, ami az egész mozgalomnak a létét veszélyezteti, hogyha nem jól dönt a szövetség, illetve azok az emberek, akik csinálják a mozgalmat. Olyan tömegében jelentkeztek fiatal alkotók egészen más világ- és életszemlélettel, ami következésképpen egy nemzedéki ellentétbe csapott át, és most ez mozgatja a mozgalmat, mert az a középgeneráció, illetve idősebb generáció, akik a mozgalmat annak idején 20 évvel ezelőtt elkezdték, most egy olyan állapotba kerültek, hogy gyakorlatilag kevesebb filmet csinálnak, mint amennyi időt fordítanak a mozgalom mozdítására, vagy egyáltalán csinálására, ez a jó szóval, mert azt hiszem, ezt a mozgalmat csinálni kell erősen.
Mesélj, mi újság van benne? Semmi jó, a szüleim elváltak. Komolyan? Uh-huh. Apának van egy élettársa, anya fönt van Pesten, én pedig egyedül vagyok abban a lakásban. Komolyan? Na, hihetetlen. Az ki az eltartó? Apa, ki lenne más, neki szélt a bíróság. Amúgy jól el vagyok a lakásban, kicsit egyedül. Olyankor olvasom, vagy tévét nézem. Meglátszik. Nem rossz, mi? Ugye lesz az egész lakás? Még nem. Majd csak 2 hónap múlva. Akkor leszek 18 éves. Nagy lelkület a szüleid. Hárman osztoztunk. Anya lett a takarék betétkönyv, apály az autó, enyém pedig a lakás. Akkor is te jártál a legjobban. Nem egészen. Én egyedül maradtam. Na, megérkeztünk. Az az? Na. Az eső miatt? Én is gondoltam, de nem gyicsőnk aztán. Ez van. De azért gyertek, vigyatok talán. Jöztem tőle, majd jövő. Tematikailag van-e különbség egy hivatásos film készítése és egy amatőr film készítése között? Ravasz fogós kérdés, mert tematikailag azért nehezen meghatározó, hiszen a professzionista filmkészítésben mindenféle tematika létezik. Az amatőr film általában egy picit szertelenebb. Tehát olyasmiket megenged magának, amiket a professzionista már nem engedne meg magának, mert tartása van. Éppen ezért, ha bár van egy csomó olyan dolog, amit én nem szeretek, vagy nem tetszik, de mindig is azt tartottam, hogy az amatőr filmből rengeteg minden átkerül később a profi filmezésbe, vagy televíziózásba. Magam is amatőr filmes voltam Hajdanán, és tudom azt, hogy amikor a főiskolára jártunk, maguk a tanárok miket lestek el tőlünk, és miket használtak föl olyan dolgokat technológiába vagy ötletbe, amelyet esetleg maguktól nem találtak volna ki, mert az, aki amatőr, aki nem különböző kötöttségek nem szorítanak, annak könnyebben jár az agya. Nem mindig sikeresen, de minden esetre könnyebben. Milyen lehetőségek állnak most a Magyarországon az amatőrfilm mozgalom előtt, hiszen én úgy tudom, hogy problémákkal küzdik maga a mozgalom, de ha úgy tetszik, ez a fajta munka milyen utat nyithat, nyithat-e új utat? Egyrészt a videó megjelenése, másrészt az alkotások színvonal alapján. Azt hiszem, egészen más helyzet van, mint volt mondjuk 5-10 évvel ezelőtt. Egyszerűen azért, mert a különböző városok amatőr filmesei, vagy amatőr videósai, ha úgy tetszik, lehetőséget kaptak profinak lenni. Hiszen a körzeti tévéstúdiók, a kábelstúdiók végül is egy hatalmas mennyiségű embert, aki soha az életben nem jutott volna el a szabadságtérre, mint munkahelyre, televíziós munkához juttatott.
hogy ezekből a munkákból riportok születnek-e, vagy dokumentumfilmek, vagy kisjátékfilmek, vagy a hangyák nem életéről szóló dokumentumfilm, tehát hogy végül is mit dolgoz fel az, aki kamerát és mikrofont kap a kezébe, és vágóasztalt, azt egy, gondolom egyének karaktere válogatja meg az, hogy milyen, mire van szüksége végül is a stúdiónak, amelyik ezt a lehetőséget biztosítja neki. Az az érzésem, hogy az amatőr film elveszít egy csomó embert, mert azok az emberek, akik ezt csinálhatnák, igyekeznek a kábeltévékhez, és igyekeznek ott valamit megvalósítani magukat, bízva abban, hogy nagyobb nézőközönségük lesz. Másrészt pedig az amatőr filmezés számára megmarad az a fajta kísérletezés továbbra is, amelyet nem engednének a profi képernyőkre. De ugyanakkor úgy vélem, hogy a kábeltévések is előbb-utóbb szeretnének bejutni a profi körzeti stúdiókba, a körzeti stúdiók a budapesti televízióba, tehát végül is az utánpótlás termelés teljesen természetszerűleg megtörténik az amatőr filmezéstől kezdve. Akit most hallottak és láttak, Rádai Mihály volt a városvédő operatőr, a zsűri tagja, a hölgy pedig Meggyesi Gabriella, egy amatőrfilmes. Te pedig, ha jól tudom, az elmúlt héten egy opera és dalesten jártál a Népházban, milyen volt? Igen, hát ez az Országos Filharmónia 87-88. Évi bérleti hangversenye, és ennek az első része. Hát, hogy milyen, őszintén mondjam meg, hogy milyen volt? Igen. Nos, az énekesek nagyon jól énekeltek, Zemplini Mária és Gregor József, igényesen is szépen adtak elő dalokat és operáriákat. Akkor mi volt a baj? Hát a baj, hogy is fogalmazom, azt hiszem, hogy egy kicsit olyan hakníze volt ennek az előadásnak. De először nézzük meg az anyagot, és a nézők döntsék el. Jó, hát nézzük meg.
A nézők többsége is ezt a készanyagot látta már, én is ezt láttam, mert nem voltam ott a helyszínen. Ebből nem lehet látni, hogy ez miből volt szerinted hatni jellegű ez az est, és hogy ki énekelt, és mit. És elmondom, hogy mit énekeltek. Zempeni Mária, Mozart Figaro házassága, Cherubin áriáját énekelte, és szintén Mozarttól a Varázs fuvola Sarastro áriáját adta elő Gregor József. Nyilván, hogy az az anyag, amit most láttunk, az a szép. Tehát ez igyekeztünk a nézőknek szép anyagot hozni. Amitől pedig nem tetszett nekem igazán ez a nyitány, mármint a bérleti hangverseny nyitó koncertje, az amiatt volt, mert úgy éreztem, hogy a művészeki vidékre jöttek, és valahogy mintha nem mondták ki, meg nem jelezték direkt módon, de valahogy ilyen érzésem volt. Aztán, ami nagyon idegesített végig, és vége miatt bosszankodtam, hogy egy hölgy minden ária előtt és minden dal előtt kijött a színpadra, és elmagyarázta, hogy mi fog következni. És ezért az összes operának a történetét szépen elmondta nekünk. Ezzel is ment az idő nyilván. Igen, erre gondoltam. Amellett, szóval, őszintén szóval, aki nem tudja a Figaro házasságának a sztoriát, az még élvezni tudja ezt a
hangversenyt. Meg aztán nagyon sokan ismerik is. Mikor lesz a következő része ennek a sorozat? A következő november 12-én lesz. Persze lesznek még nagy nevek. Nem is akarom őket felsorolni. Akiket sokan ismernek, Jandó Jenő vagy Fellegi Ádám, és a zenekarok is olyanok, amit érdemes megnézni. Tehát nem járnak rosszul, akik a, azt hiszem, 250 forintos felnőtt béletet megvásárolják. Ami meg nagyon zavart még, hogy ugye ez a hölgy mindig olyan okos volt, és elmondott mindent, mindenféle meséket hozzá, amit én nem tartok fontosnak, hogy elhangozzék. Ugyanakkor a zongora kísérőnek állandó gondot okozott, hogy lapozzon. A lap mindig visszajött, ő állandóan paskolta a bal kezével a kottát, közben csak jobb kézzel játszott, úgyhogy a fele műsort játszotta le tulajdonképpen. Sokszor mellé is ütött, amiatt, hogy a kotta lapozásával volt gondja. Én egy egyszerű szervezéssel a hölgyet, aki beszélt, az beültettem volna mellé lapozni. Ezzel nagyon hasznos tevékenységet folytatott volna, és akkor szebb lett volna ez a koncert. Hát reméljük legközelebb is sikeresebb lesz, és jobban fog tetszeni neked is. Van egy ilyen zenei programod, már látom a képen. Igen, az Úttörőházban biztos sokan ismerik ezt a bácsit, Varga Károly, a rádió főmunkatársa. Elsősorban a zenekedvelő gyerekek, figyeljetek most. Köszöntelek benneteket, kedves gyerekek! A Fenebona klubban az itt ülő, itt hallgató, itt figyelő gyerekek ma a hegedűről hallanak. Ez tehát a témánk, természetes, hogy ehhez kapcsolódik mai fejtörő kérdés sorozatunk is, ugyanis nem egy, hanem három kérdést kaptok, reméljük mindegyikre tudtok majd válaszolni. Az első nagyon egyszerű, hiszen mindössze azt kell megírnotok, hogy a hegedű melyik hangszer család tagja. Tehát melyik hangszer család tagja a hegedű? A második kérdés kicsit nehezebbnek ígérkezik, de azt hiszem, hogy azért ezt is meg tudjátok oldani. Tulajdonképpen nagyon egyszerű a kérdés. Melyik zenetörténeti korszakban alakult ki a hegedű mai formája, vagyis az éneklő hangszer melyik stílus korszakban lett a muzsikusoké, és persze a zenekedvelő embereké is igazán olyan kitűnő mesterek éltek akkor, mint például Vitali, Tartini, Corelli vagy Antonio Vivaldi. Írjátok meg tehát annak a stílus korszaknak a nevét, amely megtanította az embereket a hangszerről beszélni. A harmadik lehet, hogy a legnehezebb kérdés lesz, de segítségül ehhez már zenei illusztrációt is adunk. A felsorolt nagymesterek közül, akik nem csak kitűnő komponisták, zeneszerzők, hanem kiváló hegedűművészek is voltak, melyik írta a Négy Évszak című hegedűversenysorozatot? Most a tél egyik részletét idézzük fel nektek, hogy meg tudjátok majd írni a zeneszerző nevét. Akik a részletet megszólaltatják, a klub mai neves művészvendégei Perényi Eszter hegedűművésznő és Katona Ágnes zongoraművésznő. Gábor. Igen, most meg kéne kérdezni, hogy hova, hogyan, meddig, és... Ezt akartam kérdezni, jó, hogy szóval az úttörőház, esetleg... Aki beszeretné küldeni az Úttörőház címére, nyílt levelező lapon a három kérdésre a válasz december 10-éig lehet beküldeni. December 12-én lesz a következő foglalkozás, a bráncsa lesz akkor a hegedű után, és értékes lemez jutalmat lehet nyerni. Igen. A következő anyag pedig, a következő kérdések december 10-án lesz adásunk, akkor láthatják. Igen, mondhatok még valamit ezzel kapcsolatban, hogy néztem, illetve hallgattam a kérdéseket valahogy olyan
olyan emlékeim vannak belőle, gyerekkorom óta, lassan már 30 éves vagyok, sok ilyen eseményen vettem részt, ahol zenei kérdéseket kaptunk. Aztán pedagógus koromban is vittem a gyerekeket is szintén. És ezek a kérdések, amiket most is feltettek, vagy visszaköszönnek nekem. Szóval, mintha mindig ugyanezeket kérdeznék. Nem akarom most a nézőknek elárulni, hát ha valaki mégsem tudja ezekre a választ, de olyan érzésem van, mintha azt kérdeznék, hogy milyen állatom van, kutyaszőrű, vagy hányan voltak a három királyok. Szóval olyan... De azt nekem ne felejtsd el, hogy ezek kisiskolás gyerekek és az újszülötteknek, meg a kisiskolások, tehát minden vicc új, úgyhogy gondolom ők először hallották. Igen, ők először hallották, gondolom. A képernyőn már látom azt a kiállítást, amelyet a pályaválasztás felé közeledő gyerekeknek az úttörőházban tettek ki, vitrinekben is. Az kiállításnak nem teljes anyagát vettük föl. Kérem, hogy indítsuk el a képeket, itt hang nem lesz. Indítsuk el? Hát azok a gyerekek, akik a bányászat iránt érdeklődnek, azok számára talán érdekes ez a kiállítás. Mindenképpen menjenek be akkor az úttörőházba is, járják végig ezt a kiállítást. De nem csak emiatt a kiállítás miatt mentem én az úttörőházba legutóbb. Egy fiatal pedagógus házaspárnak van ott a kiállítás a mikrogalériában. És hogyha folyamatosan mennek a bejátszások, akkor azt is látni fogjuk. Úgyhogy kérem, hogy kezdjük. Fiatal képzőművész házaspár munkáiból nyílt kiállítás az úttörőház galériájában. Kató Balázs, akire már másodéves főiskolás korában felfigyelt a szakmai közönség, elsősorban tájképeivel és sokrétű emberábrázolásával ismertet meg bennünket ezen a tárlaton. Tájképein mindig jelen van, ott munkálkodik az ember természet átalakító keze. Színei lágy pasztellek, melyek emberközelivé, közérthetővé teszik képeit. Felesége, Katóné Szántó Mária, az Egri Főiskola rajzszakát végezte, kerámiai és lágybatikjai láthatók a kiállításon. Tárgyait egy ősi művészet agyagművességéből ültette át a mába. A technika ősi, de a tárgyak a jelenkorról a jelenkornak szólnak. Díszítéseit kavics csiszolással nyeri. Művei nem hivalkodóak, csak egyszerűek és szépek.